Na, szép napot kívánok, koktélzibitásön. Violetta, we are open. And this is here, is today. I'm tired, little. That's okay, very, very good. Tschüss, tschüss, szervusztok. Sziasztok, szép napot kívánok. Egy kicsit züllött létemre, most ébredtem nem olyan régen fel. Kávézom, és utána pedig neki állok csinálni az igazi dávodi gulyás nevet. Vettem marhahúst, no persze nem tudom, hogy marhahús-e. Kicsit leáztattam, beáztattam, és kijött belőle a pirossága. Hát igen, szóval nem tudom pontosan, hogy meg tudom állapítani, hogy ez most milyen, de én, mint egy kuktenci főnök, látom, hogy a 1000 forintos hús, illetve 1200 forintos hús át van variálva marhahúsnak, és vörös a színe, de most kiengedte a színét, és érdekes, hogy fehér, tehát akkor manganica, fajtájú sertéshúsból csinálunk akkor gulyánseves marhahús helyett. Nem szeretnék tényleg senkit sem megvádolni, de ez azért kicsit furcsa. Meg fogom mutatni nektek ezt a húsikát. Hogy döntsük el, hogy a marhahús, vagy pedig disznóhús. Hát egy kicsit csalódtam. Még kérdeztem is a hölgyet, hogy miért ilyen drága. Na mindegy, 2000 forintos húsi. Na jó, ne sajnáljuk azt az 500 forintot, de azért marhahúsból szerettem volna csinálni gulyáslevest. Tehát ez szerintem nem marhahús. Na mindegy. Álljunk neki csinálni, ugye, ha marhahúst, de közben kávézom is, lehet beszélgetni. Egy igazi, nagyon finom gulyásleves fogok elkészíteni. Mondjuk egy személyre, vagyis kettőre, hát ketten vagyunk, Violet és Violetta. Sikerült végre a nagylányommal kommunikálnom. A lányommal, és ugye az unokámmal, aki 18 éves elmúlt, tiszta Dili vagyok, nem is decemberben született, hanem 10. hóban, na mindegy. Lényeg az, hogy letelt a büntetése, és nagyon-nagyon-nagyon, tehát magyarul úgy telt le a büntetése, ugye, hogy nem jól viselkedett a két lány, állandóan rivális volt, ugye, a saját lányom és unokám között 3 év különbség van, és ugye ezáltal mindig problémába ütköztünk. Családi vita és stb. Tehát a... Na mindegy, na. Szóval megfogjuk ezt a sajtkrést. Sajtkréssel szoktam pucolni a veres hagymát. Elkezdtem pucolni a vörös hagymát. Közben felveszem a szemüvegemet, és közben kortyogatom a finom kávémat is, kapucsinomat. Így van. Tehát átvágtak, mint szarapalánkon magyarul ezzel a hússal. Hát figyelj, nem vagyok szakértője ennek, de piros színe volt, gyönyörű piros színe volt. És vettem ugye csontozott karajt, azt már én kisütöttem, nagyon-nagyon-nagyon finom lesz, illetve már megvan, tehát, és mondom mellé, mit kéne, hogy csináljak, egy nagyon-nagyon finom gulyásleves, hát a múltkor is ugye gulyásleves főztem, de most szintén azt főzök, hát nagyot csalódtam. Na mindegy. Tehát vörös hagyma van, ugye 3 darab. 3 darab. Eredeti dávodi vörös hagyma a kertből van. És zeller a
mindene a gulyáslevesnek végül is a sok hagyma. Aztán ugye jön a primavera, ami paradicsom, és mondjuk ennyi paprika fog ugye rámenni. Na mindegy, szóval figyeljetek ide. Manapság már a boltba azt csinálnak, amit akarnak. Ellenőrök semmi. Hát ez van. De attól függetlenül nagyon szégyellje magát az a főnök, aki ezt megmeri csinálni, kockára tenni a becsületét, és másokat pedig becsapni. Na, mindegy. Jó van. Lényege az, hogy megcsináljuk finoman. Hát igen. Nagyon-nagyon ritka az, hogy itt tényleg rávadon lehessen kapni marhahúst. Előre kell rendelni. És hát mivel, hogy ott volt, hát mondom, akkor kérek szépen, hát persze kérek szépen, jó van, nem sajnálom érte a pénzt, nem baj, hogyha a disznóhúsért kifizettem 2000 forintot, tehát kilója, de nem vettem még egy kilót sem, úgyhogy nem von, mert ugye nem kell. És ezt ilyen szépen meg kell ugye pucolni. Közben kortyogatom a kávémat. Ilyenkor érdemes egy pohár vizet inni, kortyvizet, ugye, hogy ne sírjunk. De bánatunkban is sírunk, hát ilyenkor a vörös hagyma, hogy az miért sírat meg, azt nem tudom. Hogy vagytok? Szia, Hamike! Gyere ebédelni, két személyre megcsinálom a kaját. Na. Majd a csipetkét is fogok beletenni, tehát meg fogom mutatni, hogy hogy kell igazán csipetkét nagyon-nagyon finoman csinálni Violetta Violet módra. A késői lefekvésem az pedig ugye az miatt történt, hogy fecsegtem a nagylányjal, aki kint van Hollandiába, fecsegtem a nagyobb unokámmal, a lányomnak a lányával, és azt vettem észre, hogy fél négy van, mert szédülök, mondom, mit a szédülök ennyire, persze, hogy attól, hogy már nagyon késő volt. Sziasztok! Tehát akkor megpucoltuk ugye a hagymát, három darab hagymát, akkor jön a répa, ez is szintén a kertből van. Igen, de hát akkor szeretném mondani, hogy megpucoljuk a petrezselymet. Kicsit meg kell vele küzdeni, mert kicsikét kemény. Mert a nyelv úr iskoláját jó van sikerült. Szóval a lényege, hogy én ezt úgy szoktam ugye megcsinálni, hogy egy ilyen nagy darabot veszek, ennek a felét szoktam csak felkockázni, a többi részét azt pedig egybe teszem bele. Mert imádom. Köszönöm szépen, szia Katalin! Drágaságom, nektek is. Nekem most van reggel. Igaz, hogy sötét van reggel is, meg most is, meg este is, úgyhogy teljesen mindegy, nekem egybe folynak a napok. Ráadásul még úgy képzeljétek el, hogy azt hittem, hogy a mai napon péntek van. Az unokám megdicsért, hogy mamim nagyon jó voltál az X-faktorban, tehát most aztán tényleg nagyon kivétted a dolgokat. És nagyon jól esett. Igen, közeledik az ünnep, és most ugye hirtelen megijedtek a lányaim, és azt mondták, hogy anya, te dobtad a mikrofont? Neked mondták el, igyél haza, csajje. Mondom, nem. De megijedtek, hogy szégyent hozok rájuk. Pévjelete vagyok, üdvözlök mindenkit. Különben, akit ugye még nem ismerek, mert látom azt, hogy vannak ugye ismeretlen emberek is, tehát én látom azt, hogy kinézi. Nagyon kellemes, szép napot kívánok. Szombati napot. Hát én azt hittem, hogy ma péntek van. Na, jó van.
van ez így, amikor az embernek ugye annyira problémája van, és összefutnak a napok, sőt, még a hónapok is. Ez az évem, ez nem a csendéve volt. Ez az év, ez egy végig harcból állt. Harcolnom kellett saját magamért, a becsületemért, és ugye ez az X-faktoros dolog, ez azért történt meg tulajdonképpen, hogy kivédjem saját magam. Ádegy, hogy a rossz pletykák miatt, másik pedig azért, hogy a becsületem azért ott legyen, és igen, letettem az asztalra egy jó nagy becsületet, bár az X-faktorosok is imádjuk, mert összevágták. Elmondtam már százszor, hogy Violex nem szól hozzám. Mégis ti felétek úgy van levetítve, hogy igen, beszél. Hát most én megválaszolok. Hát persze, hát ki tudták vágni a műsoromból, illetve volt egy 4,5 órás riport. Nem hiába csinálták a 4,5 órás riportot, és nem hiába kérdeztek rá különböző dolgokra azért, hogy a hanganyagom ott legyen, és hogy hová fogják vinni a többi produkciómat, nem tudom. Végeredményben nagyon kedvesek voltak ugye a színpadon, és a mármint a színpadon, nem a színpadon, hát igen, a színpadon, hát ott ülnek a zsűri tagok is, és szeretettel fogadtak engem a mentorok, tehát amikor engem becsaltak, akkor az úgy volt, hogy Laci kicserélt egy nőre, tudok-e róla, hogy ők indulnak? Mondom, nem tudok róla. Azt mondták, hogy jól van, hát most figyelj, gyere be. Bementem, és ugye volt ilyen elbeszélgetés, külön-külön riportok, szobák, meg minden. 40 ember fogadott tisztelettel. Nagyon kedvesek voltak. Tehát ez a 40 ember, ezek a legeslegnagyobb művészek, akiket csak el tudtok képzelni a világon. Ponzoroktól kezdve mindent. Tehát neveket nem szeretnék említeni, de nagyon kedvesen fogadtak. Tényleg úgy fogadtak engem, hogy csodálatosan imádva és nagyon szerettek. Természetes dolog, hogy nagyon-nagyon szeretik Violettájukat az RTL stáb. Innen is üdvözlöm őket. Ők engem nagyon szerettek már 10-11 évvel ezelőtt is, amikor az Alekosnak ugye volt a műsora, illetve Nárai Anikó, és azt szeretném nektek mondani, hogy már onnan ismertek. Ha valakinek nem volt energiája, az már rögtön oda bújt hozzám, mert ölelt és puszilgatta. Tehát ott is egy nagyon-nagyon jó szerepeket kaptam, Nárai Anikó voltam meg minden. Na jó, ez elmúlt, ez a Bajai csaj volt, illetve van is, üdvözlöm, puszi neki, minden. Végül egyébként tudtam is vele találkozni, és meg is köszönte nekem, és stb. De tényleg egy olyan szép elbeszélgetés volt, és olyan gyönyörű szép dalokat énekeltem. De végül is ugye visszahívtak, és akkor még mindig azt mondták, hogy még mindig nincs meg a női mentor. Tehát úgy szerepelj, hogy úgy néz ki, hogy te leszel a mentor. Élve. Úgy szerepeltem, hogy én leszek a mentor. És ez ugye a második válogatásnál volt, mert tudni kell azt, hogy az X-faktor nem egy olyan könnyű munka, hogy oda te bekerüljél. Végig kell állnod hatalmas nagy sorokat, és minden, és a többi, de megéri, mert amikor bemész abba a szobába, hogy meghallgassanak, akkor több, illetve engem nagyon sokan néztek. Most nem tudom, hogy kiket hányan, de engem nagyon sokan. A lényege, hogy ezt én meghagyom, mert ugye ezt így egybe fogom megcsinálni, a többit azt pedig ilyenre csináltam. Most ezt is még egy kicsikét ugye félbevágom ketté, és közben nagyon kedvesek voltak. Én akkor a Kamponával szemben dolgoztam a Vidámparkban, a Steinburger Vidámpark. És el lehet mondani azt, hogy a Kamponába, amikor bementem, akkor igazán csak a személyzet és minden egyes eladó és mindenki nagyon-nagyon-nagyon szeretett ott is. Hát miért nem mehettem volna? És de akkor nagy meglepetésemre közölték, hogy a második fordulónál is ugye sikerült minden. Na menjek be, mert igazán most lesz ugye megtárgyalva ez a mentorosság. Jól van, kaptam egy időpontot,
Laciékkal én nem találkoztam, Laciék előttem voltak egy nappal, hogy nekik hogy mondták, és miket nem tudom, mert ugye kívül kulisszatitokról nem szeretnék nagyon azért beszélni. Egyit még talán megengedhetek magamnak. Az a téma, hogyha ők feljelentenek, én nyerek, nem ők. És azt szeretném mondani, hogy megkaptam azt az időpontot, besöpörtem délután 1 órára, 13-ra, 13-20-ra, rögtön előkaptak, gyere gyorsan, ez lesz, amaz lesz. 3 mikropont cserje, 4,5 órás, 7,5 órás, mennyivel jöttök? 6. Elvittem én, 4,5 órát csak beszélnem kellett. Ide menni, oda menni, lefeküdni a mentorasztalra, lefeküdni, most menj oda, beszélgess, stb. Ugye beszélgetnem kellett egy ismeretlen emberekkel, egy fiatal lányjal és az édesapjával. Elkezdtünk egy tárgyalást folytatni, hogy hello, szia, hogy vagy, minden, ugye nyitva van a szám, a kreálás és minden, ugye mi a, majd utána egy hatalmas nagy stábhoz kell. Valaki félbe akarja szakítani a adásomat, remélem, hogy nem sikerül neki, ilyenkor ne hívjon senki más engem, köszönöm. Na, végül is azt szeretném mondani nektek ebből, hogy odaültem, és ott is voltak vagy 15-en, ott már ott volt a jobban, rosszban a ez az a masszát, rengeteg producer menedzser, meg minden. Sok mindenkit ismertem, meg nagyon örültek nekem. Végig jöttek bemutatkozni minden, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Majd aztán jöttek ugye azok a dolgok, hogy stb. Stb. Úgyhogy kaptam egy nagy gitárt, amit úgy rám erősítettek, hogy alig kaptam levegőt. És el szeretném mondani, hogy nem énekelhettem mást. Nem kaptam lehetőséget arra, hogy örökzöldet énekeljek, vagy valami mást énekeljek. Tehát abszolút nem kaptam lehetőséget. Elmondták azt, hogy csak egyedül a Rock and Roll-el kaphatnék, és kísérjem le magamat gitárra, és könyörögtem, hogy adjanak zenét. Hát a Rock and Roll-el kaphatnék, az olyan, hogy ennek a zenéje olyan szuper, nem az éneke. Na jó, nem kaptam. Na, szóval lényege az, hogy én azt hiszem, hogy megfeleltem, és nem szégyellem, és nem bánom ezt az egész dolgot. Hát a függetlenül az X-faktor oldalán megtalálható az, hogy melyik mentornak szeretnétek engem elképzelni ki helyett. Mégis a szavazások alapján úgy látszik, hogy Gigi, tehát ő nem jött volna, és úgy látszik, hogy mindenki az ragaszkodik, hogy Gigi helyére repüljek. Volt egy idő, amikor ugye oda van írva Puskás Peti, vagy a Gigi. Hát remélem, hogy ez az álmom majd teljesül, ha pedig nem, akkor meg nem. Hát most nem dől össze a világ. Különben a Petreselyem az nagyon-nagyon jó. A szépségre, a fiatalságra, a jó kedvre, és arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon kellemes. Áj, de nagyon imádom. Na, úgyhogy akkor ez van. Na, ezt a petrezselymet félretesszük. Megpucolunk egy burgonyát is. Az is lehet, hogy kettőt. Kettőt. Mondjuk én nem szeretem nagyon a burgonyát, de megpucolom. Várjatok? Mind a háromat. Már mivel, hogy ez ugye nem marhahús, mégiscsak disznóhús, akkor megpucolom mind a háromat. Nem kockázom szét, hanem egybe fogom megfőzni benne. Hát ugye talán a hússal együtt fog ez megfőni. Na mindegy. A lényeg, hogy ez van, és
Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült végre már a nagy lányomban is a kapcsolatomat egy kicsit helyre vágni. Jön az ünnep, minden. Mondta nekem anya, szeretlek, egyszer csak rám ér. Mondom, hogy. Hogy. Mert a jobbotkor, mikor letolt engem, mondtam neki, vedd le a kezed arról a telefonról, mondj, nyomd meg egy gombot, és azonnal fejezd be. Jót csinálok, amit én akarok, és hogyha igen, az X-faktornál voltam, akkor ott voltam, mert ugye bepánikoltak a gyerekek. El, amikor lement az első válogatás, akkor ugye rögtön Pévionettát mutatták, és egyből rosszul lettek a családtagjaim. Jaj, már megint szégyent hoztál ránk, hát nem. Ez már jól sikerült, úgyhogy nyugi. Pont ez volt a célom, hogy oda menjek és kivédjem magam. Jó, nem mutatnak felétek csak 2 másodpercet, talán még annyit sem. Több volt a blablab meg a duma, amit ők leadtak, de hogy ez most pontosan, hogy miért történt meg, nem tudom, de szerintem azért, hogy megvédjenek, kivédjenek ők is, mindazok után, ugye, hogy ami volt a Budapest Európa televíziónál nullatosson, és utána pedig másfél évig a nagy kínszenvedések igen, voltak. Meg volt bérelve egy idióta Gácsi ellenem, persze ő ezért kapott egy csomó fellépést, kereste a lóvékat, meg minden, engem pedig végig félemlítettek. Úgyhogy ennyi. Na. Isten úgysem tesz arra hálát, amikor valakit elárulunk, és az miatt keresünk pénzt, hogy kapunk érte lóvét, mert éppenséggel próbáljuk az életét kiamortizáltatni. Ezt szeretném mondani, hogy az, aki bántott, az úgyis visszakapja a jó Istentől. Igen. Na, akkor ezt így elmeséltem. Rendben van. Ezek meg vannak pucolva, úgyhogy akkor hajrá, hajrá, hajrá. Felesztéve a leves. És mivel, hogy most észrevettem, ugye, hogy ez nem marhahús, hanem disznóhús, így nem is tudom, mit csináljak. Vagy egy egyszerű húslevest csináljak, egy összekockázott húsból. Hát igazán én ebből nem szeretem a hús, disznóhúsból a gulyás levest, nem is olyan. Na, szalon cukrot eszünk. Hoztam serés cukrot, és már rögtön megvettem belőle 4 kilót, mert imádom. Akkor csináljunk egy egyszerű húslevest. Bedobunk mindent egybe. Vízbe. És akkor... Oké. Na. Ennyi. Erről. A lábost. Itt van ez. Megmosom. Egy pillanat. Rögtön jövök. Jó? Nem viszek magammal titeket be oda. Amoda. Na. Ez megy ki majd a kertbe, ugye, mert ez komposztnak jó. Mert ugye jó a talajnak jövőre, hogy még finomabb zöldségeket tudjak elültetni. Egy pillanat. Jövök. Na, úgyhogy kis türelme.
akkor ez itt benne fekszik, ugye minden, ami van, és akkor megcsináljuk a húslevest. Tehát akkor mindjárt mutatom is, hogy hogy kell. Igazából az, hogyha azt akarod, hogy az nagyon finom legyen, tehát nagyon lassú vízbe, hideg vízbe tesszük bele. Lényeg az, hogy nagyon hideg vízbe kell belerakni. Tehát itt fekszenek ugye már a zöldségek, és akkor ebbe belerakjuk a... egy pillanat. Jaj, hoppá. Belerakjuk a húst. Mert én szerintem ez sajnos nem marhahús. Ennyi. Egyelőre nem ízesítjük meg, mert ugyanis ugye felhabzik, le kell szedni a habot a tetejéről. Na, jaj. Ennyi. Hogy akkor ez van. Örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok velem. Ki mit főzött a mai napon? Szia, Nóra Varga, puszikálnak. Na, úgyhogy akkor itt vannak benne, ugye már a húsika. Hát, nézzétek, ez a... Tehát akkor a petesejmet, mindent, ugye, zöldséget, stb. Beleraktuk. Hát akkor majd a... Úgyhogy ez biztosan, hogy nagyon-nagyon finom lesz. Tehát akkor ez nagyon lassú tűzön, majd utána. Tehát lényeg az, hogy hideg víz, és bele egyszerre minden. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól fog kinézni, megmutatom nektek most pedig a sült húsimat. Az pedig így néz ki. Tehát ez nagyon-nagyon finom fűszerekkel. Na most ez azért van még mindig zsíradék alatt, hogy ne száradjon ki. Ezt zsírban csináltam meg, liba zsírban sütöttem meg. És akkor ugye, hogy beleraktam a levesbe azt a rengeteg zöldséget, akkor végül is azt is lehet ugye kiszedni belőle. És egy nagyon-nagyon finom erőleves lesz akkor a gulyás leves helyett. Tehát mindig tudni kell azt, hogyha tényleg valami krank történik mondjuk az életedben, akkor kell tudni azt, hogy mit csinálsz. Tehát azért van az agyunk. Sziasztok! Dolgozol, édesem! Jó munkát kívánok! Nem tudom, hogy miért van az, hogy a rúzs mindig kijön ide. Na, lényeg, hogy tényleg most ébredtem fel, nem olyan régen. Ugye észrevettem azt, hogy már igazán már elmúlt dél. Tehát akkor ebből lesz egy nagyon-nagyon finom vacsora dolog, és gondolom, hogy mai napon is reggel hajnalig fogok fönt lenni. De ugyanis indulok egy diszkóba fellépni. Ez van. Na, egészségünkre. Tehát akkor könnyítettünk a dolgon, van benne ugye 3 darab nagy burgonya, hát nagy, hát elég annyi nekem, és benne van a 3 hatalmas nagy hagyma, ami nagyon-nagyon fontos ilyenkor, hogy a rengeteg gyümölcs az meglegyen, és akkor utána azt leszűröm. Hát a hús itt legfeljebb még le tudom sütni még fokhagymással, ilyen brassói szerűen. Hát ez hozta a gép. Gulyásleves helyett húsleves. Egy nagyon picike kis vékony tésztát, akkor ugye azt ki fogok főzni, és akkor így nagyon-nagyon-nagyon finom lesz. Nem kell kétségbe zuhanni, amikor ugye nem sikerül valami. Igen. Pedig komolyan
marhahúsnak vettem meg. Marhahúsként. Piros volt, nagyon szép piros színe volt. Aztán ugye beraktam a vízbe. Azt mondják, hogy nem kell vízbe megmosni a húsit, de meg kell mosni. Pontosan ezért, hogy az a színezék anyag akkor most onnan kicsúszott, kijött, és ez már nem lesz akkor olyan mérgező. Ételfestékkel volt befestve. Nem tudom, hogy a tulajdonos tudta-e ezt, vagy tudja-e, lehet, hogy őt is átvettek. De hát az élet az már most már ilyen. Tehát nagyon mocskok ezek az emberek, akik tényleg marhahúst árulnak el éte festékkel, illetve disznóhús marhahúsnak. Mocskos aljas dolog ez. Mind annak a részéről is, ugye, aki átadja ugye, a nagy kereskedelem a kis kereskedelemnek. Tehát szégyeljék magukat, hogy ebből próbálnak meg megélni. Jó, régen is volt olyan, hallottam, olyan sajnos, pont erdőkertesen apukám nagyon szerette a lókolbászt, meg a kolbászt. És ugye, amikor ő járt dolgozni, stb., tehát akkor vett ilyen szalámit is, minden. És képzeljétek el, hogy abban meg mi volt benne. Kutya. A csába kapott, vagy 6-8 év börtön, 12 évet. Ja. Hentes. Kutya húst árult, kutya húst tett bele, és Czóró apám megette. Még jó, hogy én nem szerettem annyira a húst, a szalámit. Én csak a májkrémet ettem meg, főleg utána, amikor ez kiderült, amikor apukám leesett, mint a moziba anyuval együtt, hogy Istenként mit ettünk. Igen, jó, nem hal bele az ember, mert ugye a kutya húst teszik a izék, a kínaiak is. Vagy a japánok, vagy mit tudom én, kicsoda, meg a macskát, meg ilyeneket megesznek. Igen. De akkor 12 évet kapott. Én most ennek az embernek nem 12 évet adnék, hanem 20-at. Bizonyítani nem tudom, ugye szombat van. De most nem lehet visszamenni, hogy akkor most reklamáció, és meg kijössz a boltból, már utána már nem tudsz reklamálni. De ez nagyon aljas dolog. Én azt mondom. Igen. Hogy úgy akar valamelyik kereskedő meggazdagodni, hogy az embereket átvágja. Már jól van. Aki nem ért hozzá, át is lehet vágni. Én értek hozzá. Ez egy bajom van, és hát nem is annyira nagy baj, de ez azért egy kicsit ciki. Hogy amikor beígérem nektek, hogy jövök egy gulyásra, és észreveszem azt, hogy tényleg, mert én azért mindig megmosom azt a húst. Hideg vízzel szabad megmosni. Ha le van fagyasztva a hús, nem szabad meleg vízbe beletenni egyáltalán, mert ugye akkor azok a baktériumok, azok a sejtek felébrednek a húsban. Mert ugye amikor levágunk egy disznót, utána rögtön fagyasztani kell, vagy megfőzni, vagy kisütni, vagy valami, mert annak idején rögtön kisütötték meg, minden, amikor nem voltak ugye hűtők, habálták, meg ilyenek. De most már vannak, ugye gyorsan akkor ugye megcsinálják, feldolgozzák, beteszik, és nem szabad, mert amikor kiveszed, fagyos a hús, engedni kell magától, hogy az kiengedjen, illetve hideg vízbe kell beletenni. És mivel, hogy hideg vízbe teszed bele a hús, sokkal előbb kiolvad, mint a meleg vízbe. A meleg vízbe bent teszed, akkor sajnos az már fertőző. Igen, és azok a bacik, a vírusok, a minden, tehát az minden előtör, és akkor azt megeszed, és akkor attól lehet megbetegedni. Rendben? Na, úgyhogy akkor... Igen. Na. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát itt a live videómban. Úgyhogy akkor föl a húsi leves. A sült húsika meg már megvan. Nagyon-nagyon finom pác dolgok vannak rajta, illetve benne, meg minden, úgyhogy az nagyon-nagyon-nagyon isteni lesz. Na, ennyi. Remélem, hogy ezt sokan tudják, de azért elmondtam, hogy ha amikor kivesszük a mélyhűtőből a húsikát,
csak hideg vízzel, vízben szabad betenni, meleg vízbe nem szabad. Igen. Ki mit főzött ma? Na, lényege az, hogy akkor lesz egy nagyon finom házi jelleggel egy ilyen húsleves, Violetta módjára. Megsült húsi, meg ugye a burgonya, ami benne van, akkor azt ugye külön kivesszük, és nem tudom, hogy ehhez most csináljak-e egy paradicsomos szószt. Vagy alma. Alma volna szószt. Lehet, hogy lesz belőle. De mivel hogy vettem jégsalátát, így lehet, hogy jégsaláta lesz. De mivel hogy még van alma paprika, meg cépla, meg ilyenek, lehet, hogy nem csinál meg majd holnap. A jégsaláta különben nagyon-nagyon finom. Én azt hiszem, hogy holnapi napon meg fogom csinálni, és tojásos noketit fogok hozzá csinálni, és a jégsaláta azzal finom, és pluszban még békönszalonnát lepirítok hozzá. És akkor azzal összekeverem a tojást, a tésztát, és akkor nagyon, illetve a noketét, galuskát. Hát, nokedli. Nokedli szaggatóval csinálom. Igen, szia Ádám, szia! Kellemes napot kívánok neked. Remélem, hogy jól vagy. Reméljük, hogy minden szuperul alakul nálad is, és mindenkinél. Igen. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott az élő live-ba. Kellemes szombati napot kívánok, és kellemes hétvégét, mivel hogy azt hittem, hogy a mai napon péntek van. Egy kicsit van ilyen. De már a múltkor is már, tehát annyira zsúfoltak a napok, annyira sok minden esemény történik, hogy tényleg bekavartam. Köszönöm szépen, Ádámkám. Látom, te is föl voltál az éjszaka, belekukkoltam az élőadásodba. Nagyon jól, köszönöm, és gratulálok neked. Túl sokan is szeretnek téged. Vigy tovább. Igen. Na, szóval akkor puszika mindenkinek, és akkor majd még estére még majd találkozunk. Reméljük, hogy nagyon-nagyon finom lesz a húsim. És jól fogok belőle enni. Meg még erre készülök, hogy még ezt is megpucolom és megeszem. Annyira finom az illata. Vettem belőle háromat. Három darab volt, mind a háromat megvettem. Ja. És hála jó Istennek, hogy így békességben már most már így el vagyok így veletek, és senkitől nem kapok semmilyen rosszat. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Sok egészséget kívánok, és áldjon az Úr mindenkit. Rendben? Igen, finom, szeretem. Ja. Ugye ez akkor nagyon-nagyon szépen itt lassú tűzön föl. És akkor itt van, látjátok? Tehát ez a habos részét, ezt ugye távolítani kell. Azért nem kell még sem sózni, sem ételízesítővel sem jön.
Le kell ugye szedni a habot. Majd aztán én még később még teszek bele 2 fej griszt fokhagymát. Akkor leszedjük a habot. És utána ízesítjük be. Én kanállal szoktam leszedni. Ilyen kicsike kis kanállal. Itt van. Visszaveszünk a ránkból. Hogy nagyon finoman, nagyon lassan, és ez legalább 3 óra hosszáig főzöm. Igen, 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 igen. Küldd át az adatlapomra, légy szíves, jó? Szarképet? Vagy sztárképet? Mit tettél ki? Ádám. Jó, van kicsikem. Hello, hello, puszikám. Hát majd kocsonyát is fogok majd ugye készíteni. Majd akkor abból is csinálunk egy videó felvételt, rendben. Ó, ez nagyon-nagyon finom lesz. Ebben sok minden olyan dolog benne van, ami tényleg nagyon klassz. Tehát lehet azt is mondani, hogy egy jó, finom, erős leves. Vagyis erőleves. Ja, úgyhogy akkor változott a gulyás leves, húsi levesi. Igen. És nagyon fontos ugye, hogy a hagymát is egybe kell belerakni, illetve nem szabad annyira megvagdosni a zöldségeken. Ilyenkor paradicsomot sem, semmit, mert ugye elvágjuk a vitamin belőle, ez szépen így magától így szépen így kijön, és akkor ugye ezt a tetejét, ezt már el is lehet tenni. Tehát itt van a hámozott paradicsomunk. Igen. És a burgonyát is egybe. Tettem bele. Hú, és már gyönyörű szép színe van. Na. Ó. Hát igen. Úgyhogy benne szépen ugye a paprika is egybe. Ez is egybe. Ez is egybe. Hát egy nagyon kicsit ugye a petrezselymet azt azért megvágtuk. De a burgonya az itt van. Tehát így egybe. És akkor itt van a nagyon finom liba zsírba, ugye, mert Mártonnak volt, és liba zsírban. Mivel, hogy vettem liba hájat, akkor csináltam ugye zsírt és tepeltőt is, és nagyon-nagyon finom volt. Szinte úgy minden nap szoktam enni egy szelet zsíros kenyeret, és megsózom, és annyira jól esik a gyomornak, tehát ilyenkor ugye, amikor jön a tél, jönnek a hidegek, és sajnos ma már eléggé hideg volt. Tehát ilyenkor azért a tepeltőt is ajánlom, szalonnát is ajánlom a tisztelt fiatalságnak. Tudom, hogy azt mondjátok, hogy fúj, nem igaz, ez nem kell nekünk, de kell nekünk, mert ugye az energiánkat onnét tudjuk beszedni, és a háztartásunk, hogyha telített,
akkor, hogyha kimegyünk a mínusz 20 fokba, a mínusz 30 fokba, nem fázunk. Mert egy nagyon picike kis íradékot adtunk ugye a szervezetnek. Mert nagyon hiányos, igen, hiányzik. Nem olyan nagyon, tehát a libazsírnak van egy külön bukéja, hogy az nem hízlal. De tápanyagokat nagyon sokat tartalmaz. Jó napot kívánok! Amúgy szívesen megyek főzni, bárhová, hogyha hívtok, fellépni, stb. Tehát akkor, mint szakácsként is, ugye, mint cukrászként is, vezető is vagyok, felső végzettségű, de alatta is bármit tehet. Mindenhez értek, úgyhogy semmi gond, hogyha itt a fajnal megmondtam, ugye, azt is, amikor véget ért az X-faktornak a műsora, hogy kérdezte tőlem Zsófi, hogy na, hogy akkor most merre, ki ezen az ajtón is valahogy majd lesz. Tehát mindig lesz valahogy. Tehát nézz fel a nagy égre, s láthatod, hogy semmi nem fáj. Valahogy mindig lesz, az idő meggyógyít, neves kérlek. Hé, nem én vagyok az anyuszi lány, aki neked kell. Csok, csok, puszi, puszi, nyuszi, muszi, nyuszi, muszi lány, nem én vagyok ám, aki neked kell. Évai Péter puszikálnak. Szép jó estét kívánok nektek. Neked is. Egy kicsit hideg van. Ja. Úgy néz ki, hogy beköszöntött a tél. Ja. Na, és akkor mind a mellett ugye almát is, tehát napi egy almát tudja, hogy el kell fogyasztani, hiszen abban a vastartalom megvan, a C-vitamin is megvan benne, a paprikában is megvan, és a céklát az nagyon-nagyon-nagyon sokat kell fogyasztani ilyenkor télen. És rengeteg sárgalépát. Hogyha lehet, azt így sós vízbe, vagy vegetás vízbe kifőzitek, a sárgarépát kiszeritek, és szépen megeszitek, akkor attól a szem, a haj, a köröm, és minden teljes mértékig helyre jön. Igen. Tehát amikor kimentek ilyenkor, már ugye ennyire hideg van, érdemes a smink alatt elég jól szépen bemasszírozni a bőrt, ilyen vitaminos hidratáló krémmel, jó vastagon, és hogy ne száradjon ki. És olyan sminket is használjátok, mondjuk én nekem nincs puder az arcomon, van rúzs, egy nagyobb picike kis, akármivel kis szemhéj, szemhéjon ilyen picike kis valami tehet, de attól függetlenül teljesen nagyon tápláljátok a bőrötöket is, és úgy nézel ki mindig, amit belülre beviszel, úgy nézel ki kívülről. Tehát akkor kívül is legyél szép, és belülről is legyél szép. És jókat tegyetek. Nem fontos, hogy annyira nagyon drága legyen, mert végül is meg lehet enni egy pirítós kenyeret. Úgyhogy fokhagymát egy kicsit ráreszeled, ráteszel egy picike kis vajat, és akkor megiszod 2 deci teával, ez pontosan, hogy megfelel arra, hogy egy nagyon finom kis vacsorád legyen, vagy délután egy kis, vagy délelőtt, tehát ez nagyon fontos, ugye, a télen, és akkor nem leszel beteg. Senki ne legyen beteg, tehát a káposztát, tehát a savanyított káposztát is ajánlom, és annak a levét, tehát az, aki ugye fáj a torka, most kicsit influenzás, vagy bármi, akkor a naponta a káposzta levének, tehát körülbelül olyan 1,5 deci levet igyon meg. És akkor nagyon gyorsan fel fog gyógyulni. Amen. Igen. Az is jó, hogy 1 deci vörösbort megiszol naponta, de nem többet, mert ugye 1 deci vörösbor az gyógyszer, az 1 liter az meg már méreg, tehát igen. Ilyenkor télen én is szoktam, tehát 1 deci vörösbor,
bele egy fél decimál, és akkor úgy meghúzva ilyen ásványvízzel vagy szódavízzel. Azt is szeretem, igen. Hát a múltkor nagyon felöntöttem a galatra, 3 üveg csinszánó pezsgőt ittam meg, és sajnos, hogy az vissza is távozott a kajával minden együtt. Azóta megfogadtam, hogy szesz nélkül élem le az életemet. Úgyhogy nem. Én akkor tudja, hogy kaptam egy italmérgezést. De hála jó Istennek kijött, mert nagyon szomjas voltam, nagyon jól esett, és finom volt, fél édes, illetve édes, és úgy itatta magát, hogy az nem is igaz, mert aztán vacsistam, és azzal együtt gyönyörű szépen puty és dur, egy első osztályú szobát tele, házat tele nyomtam mindennel. Hú, a tulajdonos nagyon kedves volt. Gyorsan jött utánam, gyógyítgatott minden, Istenként mi ez? Úristen, mondom, kész, vége. Nem baj, legalább a szerelmemnek a karjai között varok meg. Igen. Hát, ja. Valamikor szerettem, mondjuk, most már nem annyira, de ő szerintem nagyon szeretett engem. Úgy éreztem, igen. Ja. Na, úgyhogy puszi nektek, minden oké és békesség honol most már a jó Istennek az életemben, és remélem, hogy nem lesz semmi gond, és baj veletek sem. Tehát akkor puszi, nézzétek az X-faktort, érezzétek jól magatokat, és drukkoljunk, ugye, hogy ki fogja megnyerni, jövőre megtalálkozunk, tehát remélem, hogy a mentori széket meg tudom kapni, vagy egy kis szerepet, vagy mint műsorvezetőként valahol, valamelyik csatornán, majd találkozunk. Rendben? Vagy valamelyik filmben. Az is lehet, hogy megyek külföldre, és mivel, hogy ugye felkértek egy olyanra, hogy Karáti Katalinnak a személyiségét kell majd, hogy átvegyem, és akkor ugye énekelni, és filmesíteni, és elnézést kérek, lehet, hogy elvállalom, lehet, hogy nem tudom. Majd meglátjuk. Igen. Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány? Jön egy királyfitám, hófehér paripám, de az élet oly nehéz, hát sajnos mindig jön az ébredés. Ráébredtem én talán, nincs királyfi, hófehér paripán. Na, puszi. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, puszi, puszi, puszi. Csok, csok. Engem csak szeretni kell, ne gondolj másra, csak az éjszakára van ilyen, van ez így. Úgyhogy akkor jó étvágyat kívánok nektek is, nem sokára kész lesz majd a leveském. Hát ez még egy jó 3 óra hossza, úgyhogy addig nem akarlak titeket feltartani. Isten áldjon meg mindenkit békességben. És jó egészségben, és puszikám mindenkinek. Sziasztok! 1 elnézést kérek, húsleves lett a gulyásleves helyett. Mennyi? Ez van.